Színes virágok díszítették az Alma Mater belső és külső tereit, és a már jól ismert ballagási énekektől volt hangos hosszú idő után újra a Református Kollégium gimnáziumának udvara Sárospatakon, ahol a pataki hagyományokhoz híven búcsúztak el az iskolájuktól és tanáraiktól a csengő búcsú alkalmával a végzős diákok. A Református Oktatási Intézményből 88 diák ballagott el. Nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt két év után most végre normális jelenléti ballagást tudunk tartani, és nyilván ez számukra is egy nagy öröm, mert reális lehetősége volt annak, hogy talán ebben az évben sem lesz lehetőség erre, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben mindenképpen különbözik az elmúlt évektől. Nyilván ez egy nagy ünnep az iskola számára, mint minden iskola számára, azt gondolom. Olyan ez, épp ma reggel a kollégámmal beszélgettünk, és mondta, hogy neki ez szomorú ez a nap. És mondtam neki, hogy örülni kell, ez olyan, mint a magvetőnek az aratás, amikor a termést learatjuk. Bana László 13 év után búcsúzott az intézménytől, hiszen az általános iskolás éveit is az iskola falai között töltötte. Az általános iskolás és gimnáziumi évekből sok értékes emlék megmaradt, mondta el stábunknak a végzős diák. Fontos értékeket közvetítettek felénk a tanárok a gimnáziumi éveink során. Ezen kívül egy rendkívül jó közösség kovácsolódott össze az 5 év során, ugyanis mi 5 évet töltöttünk itt két tannyelvűs tagozatban. Az iskola szellemiségét szeretném mindenképp tovább vinni és magamban hordozni, és ezt a jövőben az emberek felé közvetíteni. Én szerintem hitben és erkölcsben egy biztos alapot nyújtott a refi. Kettős érzések fogalmazódnak meg a ballagás kapcsán a diákságban, hiszen valami izgalmas véget ér, de valami új el is kezdődik, emelte ki Bajzát Róbert Dávid végzős diák. Ilyenkor eléggé sok érzelem kavarog az ember szívében és az ember elméjében, ugye egyrészt az elválás érzése, és eléggé jó barátságok, illetve kapcsolatok kovácsolódtak ki, és ugye elszomorító, hogy ezeknek egy némi nemű része ugye megszakadít jelenleg, de lesznek olyan kapcsolatok, illetve barátságok, amik ugye az iskola falain kívül is fennmaradnak és tovább tartanak. Illetve az, hogy az új lehetőségek felé fogunk fordulni, és ugye kinyílik előttünk a világ. Az istentisztelet alkalmával Fejér Zoltán intézményi lelkész egy lélekemelő igével adott útravalót a ballagóknak. Az ünnepi alkalom során átadásra kerültek a gimnázium által odaítélt díjak is. A Tiszán inneni református diákja címet Hajdú Péter kapta. Az Alma Mater Reál díjat Kovács Katalin vehette át. Az Alma Mater Humán díjat Hünlik Emmának ítélték oda. A Pataki Diák díjat Vida Boglárka vehette át. Az 1531-ben alapított iskolában évszázadok óta az intézményben végzett diákok tovább viszik és megőrzik a pataki Alma Mater szellemiségét, melyet az idei évben végzett diákok is méltán őriznek majd.